Október 23-án kitört a forradalom, amit megszálltuk rögtön a villamost, meg a környező utcát, az őrcég alatt gyártottunk a kertbe, és másnaptól kezdve, ahogy itt elkezdtek beöldözni, elsétáltam a Tarcali utcába, a szomszédos utcába, ahol a forradalmi, helyi forradalmi tanács felütött a fejét, és kérdeztem, hogy nincs-e szükség segítségére, és akkor ilyen futárnak használtak, és egész forradalom alatt lődörögtem a városba. Na most innen nagyon nehéz volt később visszaállni már ötödikesnek is az általános iskolába, úgyhogy ez még elment másfél évig, mert az iskola sztrájkolt orosz órákon, meg önzébe, de már úgy vettek föl gimnáziumba, mint deviánst, és a második év elején ki is rúgtak. Úgyhogy aztán huligán lettem, és huligánként is deviáns voltam. Az első galéria, amiben én jártam, az a Moszkva téren a Kalef volt, ott üldögéltünk, dumáltunk. Számomra legalábbis komoly vonzereje volt ennek az életformának, a tekintélytisztelet abszolút hiánya. A magántanuló voltam, segédmunkás voltam egy vegyi üzembe, és aztán elcsábított egy jó ismerősöm újságírónak az esti hírlapba, és akkor valahogy átkeveredtem értelmiségi ügyékre, és 66-tól dolgoztam a Budapest Roncsal című heti lapnál, ami a külügyminisztérium tulajdona volt, és 68. augusztus 21-én a megszállás követő napon, vagy 22-én pontosabban azt mondtam, hogy én itt többet nem dolgozom. Külügyminisztérium napjánál is kiszálltam. Elmentem még a magvető kiadóba, voltam lektor egy ideig, mondjuk egy évig. És akkor a nyomomba ért az első rendőri figyelmeztetés, és akkor kirúgtak a kiadóból, és foglalkozási tilalom alatt álltam 90-ig. Amikor végre eldőlt az, hogy lesz ellenzék, és csinálunk szamizdatot, akkor egy nagyon euforikus állapotba voltam, és nagyon kézenfekvőnek tűnt, hogy azzal a hazugsággal szemben, hogy Magyarországon nincs cenzúra, megcsinálok egy olyan antológiát, ami bizonyítja, hogy bizony létezik cenzúra, csak nem így nevezik, hanem azzal a kifogással szoktak élni, hogy nem a lap profiljába vág, és így adják vissza a kéziratokat. Elkezdtem gépelt szamizdatokat csinálni. Én is rögtön elkezdtem szerkeszteni egy kelet-európai figyelő nevű gépelt szamizdatot, ami a többi kelet-európai országban működő ellenzéki mozgalmak irodalmát közölte nagyon kis példányszámban. Amikor én ebbe belekezdtem, azt gondoltam, hogy nagyjából ismerve a politikai keretfeltételeket, ezért, amit én csinálok, lehet kapni 3 évet. Azt nyugodtan mondhatom, hogy az életem súlypontja az történetesen október 23-a délutánja is. Este soha ettől nem kellett sehová se eltávolnom.